Sziasztok, ez itt a vegánblog.hu, én Ákos vagyok, és ma egy isteni zöld borsó pesztót fogunk közösen elkészíteni, aminek az a különlegessége, hogy a pénztárcánkat vastagon, a testünket pedig vékonyan tartja. Új nézőinknek, illetve bárkinek jó szívvel és szeretettel ajánlom a könyveinket. Ezekből is nagyon sok finom vegán ételt tudtok elkészíteni egyszerűen és otthon. És már itt is vagyunk, én nem akarok intim pesztózkodni, illetve intim pistáskodni, de ha éppen diétáztok, tehát magas szénhidrát és alacsony zsírtartalmú ételeket fogyasztotok, vagy éppen tényéztek, ami szerintem elég valószínű, akkor is egy remek választás lehet, már csak azért is, mert gluténmentes, olajmentes és hozzáadott olajos magvakat sem tartalmaz. Nagyon gyorsak leszünk, nézzük is az alapanyagokat. Az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. Kezdjük a főtt fehérbabbal, illetve zöldborsóval. Növényi tejet láthatok, még itt lilahagymát és fokhagymát. Citromnak a levét fogjuk elsősorban majd felhasználni. A sörélesztőpelyhet talán már ti is megismeritek, nekem sikerült. És a fűszerekről beszéljünk. A mindenmentes fűszer van ott, só, bors és kurkuma. És itt a szobanövényünk is, aki beleegyezett abba, hogy forgathassunk róla egy ilyen szép filmet. És egyébként a pesztóhoz mi sem mehetne jobban, mint egy finom tészta. Safi termékpalettájába is találhattok ilyesmit. Én ajánlom őket nagy szeretettel. Vegán blog tippek rovatunk következik, ahol Dóri tollaival ékeskedem, hasznos, kényelmi funkciókat fejlesztettem ki magamban, miszerint egyébként most itt konzerv babot és konzerv zöldborsót láthattuk, de természetesen, hogyha fagyasztott formában vagy frissen van zöldborsótok, akkor a hagyma dinsztelés után beleteszitek, és szépen ő is tökéletesen puhára fog főni, a babot pedig külön is meg tudjátok főzni, és hagyj beszéljek egy picit a növényi tejről, képzeljétek el, ez is kiváltható, mondjuk ha nincs éppen otthon, vagy valami miatt nem szeretnétek használni, akkor a pesztóhoz főzött tészta leve is tökéletes lesz ahhoz, hogy egy kicsit higítsuk majd a szószunkat. Vegánblog Akadémia. Következik a tudás ténéfája. Most az olajos magvakról fogunk beszélni. Egész pontosan arról, hogy mik is a veszélyei, hogyha ezekből sokat használunk. Elsősorban a magas zsírtartalmukra figyeljetek oda. Nem véletlenül fogjuk most ezt kiváltani egyébként hüvelyessel, egész pontosan ezzel a fehérbabbal. Szóval mi is beleestünk abban, mondhatjuk itt talán hibába, hogy minden kesudióból, mandulából oldottunk meg, és valóban nagyon finom is volt, de tudjátok, hogyha a teljes értékű növényi étrendet követitek, akkor azért a zsír, a napi elfogyasztott zsírszázalék inkább ilyen 10% körülinek kellene, hogy legyen, sőt, Greger Doki ugye azt ajánlja, hogy egy evőkanál lemmag, illetve egy pici marék olajos magvat fogyasszunk, és azért figyeljünk oda, hogy ezt lehetőség szerint ne lépjük túl. Néha-néha természetesen belefér egy kis kesudió vagy mandula, de tényleg figyeljetek oda az egészségetekre, ne felejtjétek el, hogy a magas zsírfogyasztás az érrendszeri megbetegedések és a cukorbetegségben regágya is lehet. És még egy fontos gondolat az arányokról, illetve a hüvelyesekről. Sokan idegenkednek tőle, vagy nem szeretik, így módon viszont, főleg, hogy le lesz túlmixolva, kevésbé bántja a pocakunkat, és nem utolsó sorban a helyes téni étrendbe is be tudjuk így építeni a hüvelyeseket. Most már nagyon okosak vagyunk mindannyian, itt az ideje, hogy dolgozzunk is egy picit, a fokhagyma és a hagyma feldarabolásával kezdem, méghozzá ezt a pici kis szerkezetet fogom most használni, utána pedig vízen, tudjátok, olajmentesen főzünk, vízen meg fogom dinsztelni ebbe a fazékba őket. A darabolást sem kell nagyon túlzásba vinnünk, hiszen úgyis le fogjuk turmixolni a végén az egészet, úgyhogy ez a hanyag munka is most tökéletesen megfelelő. Hagymáink meg is dinsztelődtek, és hogyha otthon nektek friss borsótok van, vagy fagyasztott, akkor itt az ideje, hogy beletegyétek egy kis vízzel, illetve a fűszerekkel, és fedő alatt egy kicsit megpároljátok, illetve megfőzitek, de mi sokkal lustábbak vagyunk, ezért most mindent beleteltünk, a növényi tejet, a babot és a fűszereket is, és egy kicsit összemelegednek majd. Amíg folyik az összemelegedés, addig sem vagyunk restek, megfőzzük a tésztát, a vízünk már felmelegedett, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy beletegyem. Ezzel is megvagyunk, szerintem már le is zárhatjuk, és most hozzá fogjuk tenni a sörélesztőpelyhet, a citromlevet és a bazsalikomot is, és egyébként még egy hasznos jó tanács, hogy a növényi tejet, illetve az esetleges tésztalét ízlésetek szerint adagolhatjátok, hogy valóban krémes és azért finom és jó legyen.
Most már tényleg a célegyenesben vagyunk, hamarosan le fogom turmixolni ezzel a szerkezettel. Egyébként itt az idő, hogy ízesítsétek, ahogy ti szeretitek, illetve, ahogy már említettem, a sűrűségét is tudjátok még állítgatni. Egyébként még egy hasznos tipp, hogy esetleg zöld bébispenót levelet is tehettek bele, hogy több legyen benne az antioxidáns, meg hogy zöldebb legyen és finomabb. Tésztánk és pesztónk is elkészült, ideje, hogy játszunk egy kicsit, tudjátok, kinézi a videó végét. Játékunk a mai feladvány pedig a következő. Szeszes ital megmentése könnyedén, ez pedig a sörélesztő pehely. Sörélesztő pehely, az a mai kódunk. Izgatottan jelenthetem, hogy elérkezett a kóstolás ideje, és hát ki érdemei szerint kapott tányért, enyém ez a picike, ez a szép nagy, majd mindjárt megy fotózásra, de meg is fogjuk kóstolni természetesen az ételt. Ti is próbáljátok ki otthon, én szerintem érdemes is. Nagyon finom. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk. Tudjátok a kolompot bejelölni az értesítésekhez. Na, megérkezett a kórusom is, és a köszönöm őt a videó alá. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét, sziasztok!